900 millió forint, ekkora összegből újul meg 9 óvoda és bölcsöde Nyíregyházán. Idény munka, nehezen találnak fizikai munkást a gazdák a mezőgazdasági főszezonban. Tisztázatlan betegutak, a betegek mintegy 70%-a indokolatlanul veszi igénybe az ügyeleti ellátást és a sürgősségi ellátást. Több mint 900 millió forintból újul meg Nyíregyháza 9 óvodája és bölcsödéje. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A program két Jósavárosban lévő intézményt is érint, amelyekben március elején indult el a munka. A Bóbita bölcsödében új férőhelyeket is kialakítanak, így ősztől még több gyermeket tudnak majd fogadni. A reggeli időpont ellenére frissen és jókedvűen dolgoznak a kertben az Eszterlánc északi óvodában a gyerekek. Dézsás fenyőfákat ültetnek Nyíregyháza polgármesterének segítségével. Az intézményben szerdán tartott bejárást a városvezetője, ahol megnézte, hol tart a néhány hete zajló felújítás. A több mint 200 millió forintos támogatással megvalósuló beruházás egy nagyobb projekt része. 4 évvel ezelőtt dolgoztuk ki azt a programot, hogy az összes intézményünket fel kell újítanunk, hiszen olyan rossz állapotban voltak, kiemelten a 34 óvodát, 9 bölcsödét, de a szociális intézményeket is mondhatom, és nagyon jó haladunk, időarányosan nincs elmaradás. Ugye 2017 őszén írtuk el a támogatási szerződéseket, most viszont egy újabb csomag indult, március 1-ével, illetve április 1-ével, 8 óvoda és 1 bölcsöde felújítása indult meg, többé 900 millió forintos támogatással. Az Eszterlánc óvoda épülete több mint 40 éves, így elfért már a felújítás. A fűtés korszerűbb és szabályozható lesz. Megújulnak a falak és mennyezetek, valamint a mosdók és öltözők is. Új ajtókat építenek be, a legnagyobb újítás pedig egy tornaszoba kialakítása, amelynek hiányában eddig egy másik intézménybe jártak át mozogni a csoportok. Egy fedett részünk volt, ahol tornaszobát szerettünk volna kialakítani. Ez a fejlesztés most elindult, egy közel 60 négyzetméteres tornaszobával fogunk rendelkezni a gyerekek legnagyobb örömére. Elkezdődött a 2019. március 1-én a falak felhúzása, ahogyan most a szemlén láttuk, nagyon szépen halad a fejlesztés. Az óvoda zavartalanul működik, kisebb-nagyobb szervezési feladatokat kellett megoldani, de én azt gondolom, hogy ez a munkálat folytatódhat, és bízunk benne, hogy augusztus 31-én a gyerekek birtokba is vehetik. A csoportszobákat festés lesz a csoportszobákban, valamint burkolatok cseréje, beépített szekrények építésére kerül sor. Az óvoda mellett a szomszédos Bóbita bölcsöde is megújul. Mások mellett kialakítanak egy babakocsi tárolót és napelemes rendszert telepítenek. A fejlesztés itt a férőhelyek számát is érinti. Két új csoportszoba létrehozásával 24-jel több gyerek járhat majd ide, már a következő nevelési évtől. Az önkormányzat arra törekszik, és ezt kéri a vállalkozóktól is, hogy az új nevelési időszakban, azaz augusztus 31-ére már elkészüljön minden intézmény, ami most beruházással érintett ebben a ciklusban. A városban sok helyen dolgoznak. A tervek szerint 2020 végéig az összes önkormányzati óvoda és bölcsöde megújul, javítva az ellátáshoz való hozzáférést, valamint biztosítva a komfortosabb környezetben történő nevelést. Nehezen találnak megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt a gazdák a mezőgazdasági főszezonban. A munkaerő piaci helyzet javulásával több embernek van lehetősége elhelyezkedni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, valamint a közfoglalkoztatotti státusz is nehezíti a gazdák munkaerő keresését. 2018. novemberében megjelent egy kormányrendelet módosítás, ami a korábbiakhoz képest egyszerűbbé teszi a közfoglalkoztatottak számára, hogy mezőgazdasági idénymunkát is vállaljanak. Azok, akik közfoglalkoztatási szerződéssel rendelkeznek, és mellette egy hónapban 14 napnál többet dolgoznak idénymunkásként, napi 2000 forintos támogatást kapnak. Ezzel próbálják motiválni a közfoglalkoztatottakat az idénymunka vállalására.
a megyei agrárkamarának a kezdeményezésére született egy olyan rendeletmódosítás, aminek az értelmében, aki idén munkába kimegy közfoglalkoztatásból, az az idei éven már pénzügyi dotációt is kap ahhoz, hogy ezt megtegye. És természetesen, hogyha kiment idén munkára akár egy-két hónapra, akkor a közfoglalkoztatási munkaviszonya az ugyanúgy él tovább, mint amikor a közfoglalkoztatásból kilépett. Tehát egy olyan rendszert igyekezett a kormányzat összehozni, ami a közfoglalkoztatottaknak is jó. Az állam segítséget szeretne nyújtani a mezőgazdaság szereplőinek, hogy az ágazat kiemelt időszakában legyen megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő számukra. Szembe kell nézni a munkaerőhiánnyal, ami kiemelten a mezőgazdasági szektor idény munkaerőigényét sújtja. Ma már eljutottunk oda, hogy a betakarítási időszakban nem áll rendelkezésre annyi kézi munkaerőigény, aminek a betakarítást pontosan időben el tudnánk végezni. Így sok vállalkozás feladta vagy felhagyott azoknak a növényeknek a termesztésével, és most én úgy gondolom, hogy egy fordulóponthoz jutottunk a kormánynak a programjai, illetve a megyei kormányhivatal vezetői, közmunkaprogram szervezői is segítséget kívánnak nyújtani ehhez, és ebben a kamara főszerepet kíván vállalni. A szerdai fórumon elhangzott, azért is kiemelten fontos ennek a helyzetnek a megoldása, mert ellehetetleníti a munkaerőhiány azokat a gazdákat, akiknek szükségük lenne a fizikai munkaerőre. A betegek mintegy 70%-a indokolatlanul veszi igénybe az ügyeleti ellátást és a sürgősségi ellátást, sokan akkor is mentőt hívnak, amikor nem lenne szükséges. Olyan hirtelen fellépő kórkép esetén szükséges a 112-t hívni, ami azonnali ellátást igényel. Az izületi betegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének fórumán a januártól életbe lépett triázs rendszer működését is bemutatták a résztvevőknek. Az ízületi betegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete már 4 éve működik. Az azonos betegséggel élőket próbálják összefogni és különböző programokat szervezni számukra. Jelenleg 67 fő a taglétszám. Orvosbeteg találkozókat szerveznek, ahol mindig egy-egy új témát tudnak megbeszélni a szakemberekkel. A legtöbb konzultációt az ízületi betegségek témakörben szervezik. Az ehhez kapcsolódó rendezvényeinken olyan orvosokat szoktunk meghívni, ami ebből a betegségből adódóan egyéb szervet is érint, mert ugye mondjuk egy reumatoid artriszit, egy sok ízületű gyulladás, azért ez a test érrendszerétől a szív problémákig, tehát bármi mást is, anyagcsere problémákat is okoz, tehát igyekszünk olyan orvosokat, ami ebbe a témakörbe vág. A keddi rendezvény témája az indokolatlan és tisztázatlan betegutak volt. Mentőt hívni, illetve sürgősségi osztályra menni csak olyan esetben kell, amikor valami olyan hirtelen fellépő kórkép vagy állapot rosszabbodás áll be, ami azonnali ellátást igényel. Ezzel sokan még mindig nincsenek tisztában. Számos alkalommal tapasztaljuk azt, hogy felesleges mentőhívás történik, hogy felesleges ellátás történik a sürgősségi osztályokon. Nyilván nehéz erre pontos statisztikát mondani, de azért azt lehet látni, hogy az ügyeleti ellátásban, illetve a sürgősségi ellátásban megjelenőknek akár ilyen 70%-a is indokolatlanul veszi igénybe az adott ellátást. Adott esetben igazándiból a háziorvosi vagy szakorvosi ellátás elegendő lenne. A januártól életbe lépett triázsrendszer volt a másik kiemelt téma a fórumon. Ennek célja, hogy felismerjék, ki az, aki azonnali beavatkozásra szorul, és minimalizálják a beteg maximális várakoztatási idejét. A sürgősségi ellátásban elengedhetetlen a használata, főleg az olyan nagyforgalmú intézményekben, mint a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórház sürgősségi betegellátó centruma, ahol naponta átlagosan 110 beteget kezelnek. Az első és második szint az azonnali életmentést jelenti. Az elsőben újraélesztés történik, a másodikban az úgynevezett kritikus állapotú páciensek kezelése. Ide tartozik a sokk, a légzési-keringési elégtelenség és az eszméletlen betegek ellátása. Ezeket 15 percen belül el kell kezdenie a szakembereknek. A további 3 kategóriában azt határozzák meg, hogy mennyi időt várhat a beteg biztonságban. A harmadik, vagyis a sürgős kategóriában a beteg 30 percet várakozhat anélkül, hogy tartós egészségkárosodást szenvedne. A negyedik szint a kevésbé sürgős. Ebben az esetben 1 órát várhat, és általában vár is a páciens. Az ötödik kategória akár 2 órás várakozási időt is előrevetíthet a beteg számára.
Sikeres az az informatikai fejlesztés, amely segítségével a rendőrségi diszpécserek fél órán belül kiküldhetik a területileg illetékes hivatásos vadászt egy vadgázolás helyszínére. A megyei vadászkamara, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság, valamint a megyei kormányhivatal együttműködésével készült alkalmazás segít megtalálni az illetékes hivatásos vadászt, akinek a baleset helyszínén intézkednie kell. Régóta igény volt a megye hivatásos vadászai részéről, hogy a rendőrség naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy egy vadgázolás esetén ki a területileg illetékes vadász. A régi rendszer használata nem volt célra vezető. Az illetékes vadász felkutatása nehézkesen és elavult módszerekkel történt. Voltak nyilván kézzel használatos listák, papírlapon, számítógépen, amiből ugye próbálták keresgélni a rendőrök és utolérni a hivatásos vadászokat, több-kevesebb sikerrel. Nyilván inkább kevesebben, mert azért volt olyan éjszaka, hogy egy vadelütés miatt 3-4, sőt volt, hogy 6-7 hivatásos vadászt is fel kellett kelteni, mire kiderült, hogy az az adott útszakasznak az a része, az pontosan kihez is tartozik. Ez egy régóta fennálló probléma volt, és sok kellemetlenséget okozott a hivatásos vadászoknak, tette hozzá Fazekas Gergely. Ennek megoldására hozta létre a vadászkamara a kormányhivatallal és a rendőrséggel együttműködve ezt a háttérprogramot. Egy vadgázolás esetén a helyszín érkező járőr a térképre bökve azonnal láthatja, hogy az adott területen ki a hivatásos vadász, és kit is kell értesíteni. A program használata óta sok a pozitív visszajelzés. Örömmel jelentem, hogy a rendszer szépen működik, már most egy olyan jó hónapja fut, és több rendőr is jelezte felénk, hogy azonnal el lehet érni a hivatásost, és stimmelnek a dolgok, sőt volt olyan hivatásos, aki maga keresett minket, hogy őt nem tudják elérni, és ellenőrzik a telefonszámát, hogy biztos, hogy jó van-e megadva, hiszen a kollégát mindig utolérik, őt sose érik utol, holott ugye az ő terület részén is történik vad és gépjárműtközés. Azért is jó, hogy sikeresen működik ez a program, mert most különösen nagy aktualitása van a használatának. Itt a tavasz, és az őzek téli csapatai felbomlanak, ezáltal sok vad figyelhető meg az országutak mentén is. Emiatt sajnos nagyon megemelkedett a vadakkal történő ütközések száma. A vadászkamara ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy kellő körültekintéssel közelítsék meg a vadak által sűrűn látogatott útszakaszokat. A nyíregyházi közönséget is elvarázsolták az orosz kozákok kedden az egyetem kodálytermében. Műsorukban a hagyományos kozák táncokat ötvözték nemzeti dalokkal. A nézők vastapssal jutalmazták a remek táncosokat és énekeseket. Tavaszi turnéjuk keretében először lépnek fel Magyarországon az orosz kozákok. Lenyűgöző produkciójukat 5 hazai városban mutatják be, a harmadik állomás Győr és Budapest után Nyíregyháza volt. A társulatot Leonid Milovanov orosz koreográfus alapította 1990-ben Lipeckben. Leonid Milovanov korábban a híres kubanyi kórusban dolgozott, Krasznodárban, ahol balettmester volt. Lipec megyéből származik, és ezért döntött úgy, hogy Lipecben alapítja meg ezt a híres együttest. Az összesen 50 főt számláló társulat fő részét képezi a 35 főből álló táncegyüttes, akiket a kórus és a 10 fő zenekar tesz teljes egészé. A táncosokat, énekeseket számos jelentkező közül választják ki. Nagyon egyszerű választani. A jelentkezőknek profinak kell lenni, kell tudni játszani, énekelni és táncolni. Konzervatórium kell hozzá, táncművészeti szakiskola, ennyi az egész. A táncegyüttes repertoárján több mint 20 tánc, 50 dal és 10 zenei kompozíció szerepel, melyek felölelik a kozák életforma teljes történetét. Festői képekben, színes kosztümökben, vidám dalokban keltik életre Oroszország kozák hagyományait a Don folyótól és a Fekete-tengertől egészen Szibériáig és a Távol-Keletig. Az egész világon bemutatták már különleges műsorokat, többek között felléptek Európa számos országában, Kanadában, az USA-ban, Kínában és Koreában is. A hazai nézők mindegyik helyszínen csodálattal fogadták a kozák táncok gyöngyszemeit, ugyanakkor a tánccsoportot is lenyűgözte a magyar közönség. Az orosz kozákok a siker hatására minden bizonnyal visszatérnek még Magyarországra. Két győzelemmel és 3 vereséggel zárta az ISF U15-ös világbajnokságot a nyíregyházi Móric lányröplabda csapata a horvátországi Porecsben. Moravszki Gyuláni együttese a 13. helyen végzett, a 15 csapatot felvonultató mezőnyben.
A 15 éves korosztályban először rendezett világbajnokságot a röplabdázóknak a Nemzetközi Iskolasport Szövetség és a tavalyi diák olimpiai győzelmének köszönhetően a Móricz képviselhette a magyar színeket Porecsben. Azt már a kezdés előtt lehetett tudni, hogy a sorsolástól is nagyban függ majd, hogyan szerepelnek a nyíregyháziak. Moraszki Gyuláni együttese a későbbi győztes kínaiakkal, a negyedik helyen záró ukránokkal és az ötödik hollandokkal került egy csoportba. Három vereséget követően csak a 13. helyet játszhattak a lányok, amit meg is szereztek a nepáliak és az azeriek ellen aratott győzelemmel. A kínaiak azok nagyon magasan, tehát ők lettek a világbajnokok, magas szinten röplabdáztak, tehát csak tanulhattunk, de a holland és az ukrajna meccs ez alakulhatott volna másképpen is, hiszen 13-10 mi vezettünk a hollandok ellen, és sajnos kiengedtük a kezünkből a mérkőzés 16-14-nél. Ugyanez megismétlődött az Ukrajna ellen is, és így, mivel nem volt keresztjáték, így csak a 13-15. Helyen tudtunk játszani. Ott a Nepál és az Azerbajdzsán csapatát sikerült legyőznünk. Azt gondolom, hogy büszkének kell lennem a lányokra. Az öt hivatalos mérkőzésen kívül több barátságos meccset is játszottak a múlicosok, akik így több röplabda kultúrából kaptak ízelítőt. A sport mellett kirándulásokat és kulturális eseményeket is beiktattak a programba a szervezők. Helytáltak a lányok. Ez az eredmény ez elfogadható. Szakmailag sokat gyarapodott a stáb, a felkészítő pedagógus, illetve újabb kapcsolatokra tettünk szert a Nemzetközi Móricz Kupa kapcsán. A spanyol és a kínai együttes már bejelentkezett a Móricz Kupára, utóbbiak pedig meghívták Pekingbe a nyíregyházi csapatot egy nemzetközi tornára. Nagyon fontos, hogy a korosztályukra jellemző képességfejlesztést, technikai képzést megkapják a fiatal kézilabdázók, mondta Zsiga Gyula, a szövetség szakmai igazgatója Nyíregyházán. A megyeszékhelyen az utánpótlásról az utánpótlásért címmel rendeztek konferenciát edzők, sportvezetők számára. A Magyar Kézilabda Szövetség két évvel ezelőtt indította el azt az előadás sorozatot, amely az utánpótlás nevelő klubok számára igyekszik tájékoztatást adni szakmai, szervezeti és versenyeztetési kérdésekben. Az idei 10 helyszín egyike Nyíregyháza, ahol a szövetség szakmai igazgatói és az előadók között volt. Zsiga Gyula szerint fontos, hogy az utánpótlásban tevékenykedő szakemberek megtalálják az egyensúlyt a képzés és a versenyeztetés között. Minden edző, én is edzőként ugye tevékenykedtem életem nagy részét, gyerni akar, ez természetes, ezen nincs semmi baj, de a hétközi munkálatokban nagyon fontos az, hogy az a korosztályra jellemző képességfejlesztés vagy technikai képzés, az meglegyen. Tehát ne serdülő bajnokokat képezzünk, hanem felnőtt játékosokat neveljünk ki, és ez legyen a végső cél. Természetesen, hogy ha ez győzelmek sokaságával jár utánpótlás szinten, azzal nincs baj, de ismétlem, ha kimarad a képzés, ha kimarad a nevelés, akkor nagy valószínűség szerint ez egy borzasztó rövid életű, és mi azt szeretnénk, hogy nagyon jó felnőtt játékosaink legyenek, akik nem feltétlen csak válogatott szintűek, és nem feltétlen első osztályuk, hanem gyakorlatilag minden osztályban, de felnőtt játékosként közreműködjenek ebben a sportágban. Az elmúlt évtizedekben sok fiatal tehetség került el a megyéből, később sikeres karriert befutva. Szép számmal vannak azonban olyanok is, akik felnőtt játékosként visszatértek. Ez egy természetes folyamat itt keleten, sokszor a kollégákkal ezt fájó szívvel, de megállapítjuk, viszont nagyon sok vissza is jön hozzánk. Van ebben jó is, hisz nem szabad a gyereket megállítani, ne próbálja ki magát jobb millióbe, jobb feltételrendszerbe, adott esetben a Dunántúli nagy klubokba, viszont sokkal jobb állapotba kerül vissza. Ez is egy árupolitika lehet, viszont az lenne az igazi, hogyha esetleg edzésközpontok és olyan egyesületek lennének itt a keleti régióban is, amelyek csábítóan hatnának a gyerekek szakmai fejlődésére. Rácz Sándor elmondta, hogy a szövetség rendszeresen szervez felméréseket az utánpótláskorú játékosok számára, hogy több lépcsőben kiválassza azokat a fiatalokat, akik a korosztályos válogatottak keretét alkothatják. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
9 óvodát és bölcsödét újítanak fel nyár végéig Nyíregyházán. A 900 millió forintos beruházás részeként szépül meg a jósavárosi Eszterlánc északi óvoda és a mellette lévő Bóbita bölcsöde is. Utóbbiban férőhelybővítés is megvalósul, ősztől 24-jel több kisgyermek járhat majd az intézménybe. A tervek szerint 2020 végéig pedig az összes önkormányzati óvoda és bölcsöde megújul a városban. Nehezen találnak megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt a gazdák a mezőgazdasági főszezonban. A munkaerő piaci helyzet javulásával több embernek van lehetősége elhelyezkedni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, valamint a közfoglalkoztatotti státusz is nehezíti a gazdák munkaerő keresését. Sokszor tisztázatlanok a betegutak, ezért a betegek mintegy 70%-a indokolatlanul vesz igénybe az ügyeleti ellátást és a sürgősségi ellátást. Sokan pedig akkor is mentőt hívnak, amikor nem lenne szükséges. Olyan hirtelen fellépő kórkép esetén szükséges a 112-t hívni, ami azonnali ellátást igényel. Az ízületi betegek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének fórumán a januártól életbe lépett triázs rendszer működését is bemutatták a résztvevőknek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 10-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Na viszontlátásra! A Kárpát-medencétől délre elhelyezkedő ciklonális mező nedvesebb és labilisabb levegőt szállít fölénk. Eközben pedig az Észak-Nyugat-Európa felett elhelyezkedő anticiklon peremén is hidegebb levegő áramlik fölénk. Csütörtök reggelig erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, estétől pedig már többnyire erősen felhős lesz az ég. Nagyobb számban a nap második felétől várható esőzápor helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 8 Celsius fok körül alakul. Hidegfront jellegű hatás várható, az arra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, migrén, valamint hosszabbá válhat a reakcióidő, ingadozhat a vérnyomás. Csütörtök este többnyire erősen felhős lesz az ég, csak átmenetileg süthet ki hosszabb, rövidebb időre a nap. Időnként előfordulhat eső, zápor, helyenként pedig zivatar is kialakulhat. Az északi szelet időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 17 Celsius fok között alakul. A folytatásban nedves lesz a levegő felettünk, felhős időre készülhetünk. Szombatig több helyen várható eső, zápor, délnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet, majd vasárnaptól az ország egyre kisebb hányadán valószínű csapadék. Visszaesik a hőmérséklet, éjszakánként néhol gyenge talajmenti fagy is lehet, majd vasárnaptól ismét melegszik az idő.